90. születésnapját ünnepelte 2015. október végén az Óbecsei Gimnázium. A zsúfolásig megtelt Városi Színházban megtartott jubileumi rendezvényen többek között Vukrád Ojevics polgármester és Miroslav Vasin tartományi gazdasági titkár is üdvözölte a közönséget, és volt gimnazistaként egykori tanáraikról is megemlékeztek. Az ünnep alkalmából Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár is gratulált. 1923-ban, amikor felmerült a gimnázium felépítésének a gondolata, elődeink előrelátóak voltak, és jól megfontolták azt, hogy mennyit jelent egy városnak, ha olyan oktatási intézménnyel rendelkezik, ahol műveltségre és tudásra tehetnek szert fiataljai. Az egész város életét meghatározta ennek a gimnáziumnak az alapítása, hiszen az egykori tanulók a város tekintélyes és megbecsült polgárai lettek. Az, hogy a tanárok jó munkát végeztek, mutatja, hogy tudósok, művészek, orvosok, tanárok, politikusok sokasága került ki ez alatt a 90 év alatt a Becsei Gimnázium padjából. Mindez azért lehetett így, mert az iskola pedagógusai diákok generációi számára adták át azokat a szellemi kincseket, amelyek máig szóló értékes útravalót jelentenek számukra. Kérem, őrizzék meg ezt a hagyományt a továbbiakban is. Kedves tanárok, csodálatos hivatás az önöké, mert Viktor Hugo szavai szerint szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki, de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal. Önök pedig ezt teszik. Néha nem egyszerű ez a munka, de az örömmel végzett feladat sohasem teher. Skrabány Viktor festőművész 1947-ben lett az akkor még 8 osztályos gimnázium diákja. 1996-ban rajztanárként ebből az intézményből menny nyugdíjba. Igazságtalanság lenne nem megemlékezni azokról, akik egy ilyen intézményt valamikor nagyon régi időkben létrehoztak, a tudósok, a filozófusok és együtt az isteneikkel ezek a görögök voltak. És elnevezték gimnáziumnak. És ez a tudás átadó intézmény, ez annyira lényeges lett az emberiség számára, hogy itt van, mai nap is létezik az egész világban, különböző formákban, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy a Becsei Gimnázium az már 90 éves. A legendás tanár a képzőművészet mellett 5 évig zenetörténelmet is tanított a gimnáziumban. Tarsójában rengeteg tréfás anekdota szerepel. Persze, én nem nyagadtam a gyerekeket ellenőrzőket, de nagyon ritkán írattam velük ellenőrzőket. És az egyik ilyen ellenőrző írásnak az egyik kérdése az volt, hogy miért van a cimbalom egy hangjára 3 vagy 4 húr kifeszítve. Hát az egyik a következőt válaszolta, ez megtörtént dolog. Azért, hogyha berúg a cimbalmos, akkor is eltalálja a hangot. Ezt, hogyha én átvitt értelembe magyaráznám a Becsei Gimnáziumra, egy ilyen híres középiskolára, akkor azt mondanám, hogy a Becsei Gimnáziumnak akkor sem, manapság sem nincs szüksége több húrra, hogy hallatszon a hangja, mert egy igen minőséges iskola most is, és hiszem, hogy velem együtt kívánja mindenki közülünk, hogy ez a hang még nagyon sok évig erősödjen és hallatszon. Petőfi Sándor, az Alföld részlet. Mit nekem te zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája? Tán csodállak, ám de nem szeretlek, s képzetem hegyvölgyedet nem járja. Len az Alföld tengérség vidékén, ott vagyok von, ott az én világom. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelenjét látom. Felrepülök ekkor gondolatban, túl a földön, felhők közelében, s mosolyogva néz rám a Dunától, a Tiszáig nyúló rónaké. Déli bábos ég alatt kolombol kiskunságnak 100 kövér gulyája. Deledéskor hosszú gémű kútnál széles vájú kettős ága várja.
Méneseknek nyargadó futás az úg a szélben, körmeik dobognak, s a csikósok kurjantása hallik, s pattogása hangos ostoroknak. A tanyáknál szellők lágyalében ingatózik a kalászos búza, s a smaragnak eleven színével a környéket vígan fozogza. Ide járnak a szomszéd nádasokból a vadludak esti szürkületben, és ijedve kelnek légi útra, hogyha a nád a széltől meglepten. A tanyákon túl a puszta mélyén áll magányos, dőlt kivényű csárda. Látogatják a szomjas betyárok Kecskemétre mellvén a vására. A csárdánál törpe nyár feldő sárgul a királydinnyés homokban. Odafészkel a visító vércse, gyermekektől nem háborgatottan. Szép vagy Alföld, legalább nekem szép. Itt ringattál bölcsőm, itt születtem. Itt boruljon rám a szemfedél, itt domborodjék a sír is fölöttem. Nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza azokra az időkre, amelyeket itt töltöttem Óbecsei gimnáziumba diákként. Nagy szeretettel emlékezem néhai tanáraimra és a most élő tanárokra is. Nagy szeretettel gondolok rájuk, és nagy öröm számomra, akikkel még találkozhatom. Úgy gondolom, hogy mindannyian meghatározók voltak az életünkben, emberi válásunkban. Úgy a tanulás terén, mint az erkölcsök terén is, mert nagyon ügyelfigyeltek arra, hogy a tanulás mellett az erkölcsi értékeket is átadják. Én nagy szeretettel tudok visszaemlékezni a történelem délutáni szakcsoportokban való foglalkozásra és a magyar nyelv. Számomra ez a kettő volt a kedvenc, és nem volt nehéz. Fél kettes autóbusszal utaztam utazóként Péter révére, és már 5 órakor itt voltam a szakkörökön, és sokszor az utolsó autóbusszal tudtam hazamenni, de azért másnap új erővel tovább folytatódott a tanítása az iskolában. Számomra nagyon szép élmény volt, és nagy köszönettel tartozok mindegyiknek, aki tanított. Tisza vagy a mandul a faminázik, a virágja vízbe hull és elázik, terem még a mandul a fa, mandulát, mandulát, csongorádon nevelik a szívre. A műsorban nem csak mostani, hanem egykori diákok is felléptek. Tóth Emese biológia tanár is gimnazista volt, ma itt tanít, és a Skóla Kántórum kórussal színpadra is lépett. Nekem nagyon jó és megtisztelő érzés, hogy itt taníthatok, ugyanis korábban én is a gimnázium tanulója voltam, és mindig elbűvölt ez az épület, maga az intézmény, az itt kapott tudás, és most nagyon boldog vagyok, hogy én is részese lehetek, hogy tudást adhatok a jövendőbeli nemzedéknek. Petőfi Sándor, szülőföldemen, részlet. Így születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha dajkám dalával volt tele. Most is hallom e dalt, elhangzott bár, cserebogár, sárga cserebogár. Én 68-ban kezdtem tanítani, 10-ben mentem nyugdíjba, és tavaly még visszahívtak egy kis beugróba, úgyhogy 42 évet eltöltöttem a gimnáziumban. Hát összegezve szép emlékek voltak, és azok közé tartozik, aki nyugdíjas korban is meg van elégedve a pályaválasztással, hát most a munkával, azt a diákok nyilatkozzanak, de én jól éreztem magam 42 évig. Én 35 évig dolgoztam, most már nyugdíjas, jól érzem magam így, és de a gimnáziumban is nagyon jól éreztem, és szép emlékeim vannak róla, nagyon-nagyon szép. Jók voltak a gyerekek, és jó volt dolgozni. Rendkívül büszke vagyok, hogy polgármesterként részt vettek az Óbecsei gimnázium megalakulásának 90. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. A gimnáziumban érettségizett egykori diákként a gimnázium tanárai nagyon komoly hatást gyakoroltak rám, és irányt mutattak a további fejlődésemhez. Mindig büszke leszek arra, hogy az Óbecsei gimnáziumban tanultam, és hogy a tanároktól szerzett tapasztalatok a további életemben és pályafutásom során is meghatározóak voltak. Thank you.
A második világháború előtt és egy ideig azt követően is 5-600 tanuló járt a gimnáziumba. Jelenleg 380 diákja van. 120 tanulnak magyar tagozatban. A tanintézmény padjait 60 tudományok doktora koptatta egykoron, de számos neves közéleti személyiség, művész, tudós pályáját is itt alapozta meg. Sőt, sok családban több nemzedék is gimnáziumi tanuló volt. Szépen fogalmazta ezt meg a fivérem. Mi valójában ezzel az épülettel, ezzel az intézménnyel együtt nőttünk fel. Édesapám 20 évig volt az iskola igazgatója, itt is tanult, majd egyetemre ment, ahonnan édesanyámmal együtt ért vissza ide. A gimnázium tanára majd igazgatója lett. Mi is itt tanultunk, a fivérem gyermekei ugyan nem, mert Újvidéken élnek, de a fiam és a lányom is ide járt. Csordultig van a szívünk, nagyon kötődünk a szülővárosunkhoz. A múlt felemelő és ünnepélyes, a jelen küzdelmes, a jövő reménykeltő. Miért gondolom így? Azért, mert gimnáziumok nélkül egy társadalom sem maradhat fenn. Mi nem csak a gimnáziumokért, hanem a minőségi oktatásért és egy társadalmi értékrendért is harcolunk. Reményre ad okot az, hogy az oktatási stratégia szerint 2020-ig a középiskolai hálózatban a gimnáziumok kell, hogy kitegyék az oktatási intézmények legalább 40%-át. Szerbia ettől egyelőre messze van. Mi minőségi oktatással és tudással küzdünk a fennmaradásért. A diákjaink az egyetemi felvételi listák élén szerepelnek, akadémikusok, egyetemi tanárok, tudósok lesznek belőlük a nagyvilágban. Az ünnepséget követően a gimnáziumban átadták rendeltetésének az új nyelvi labort. A jubileum alkalmából egy monográfia is bemutatja majd a gimnázium elmúlt 90 évét, sportrendezvények lesznek, valamint egy szabadtéri edzőtermet is felavatnak.